Közben Kis Gergely úszott egyet, és nem is vette észre, hogy ott mellé esett a labda. A másik 12-esünk most már így mondom, szerintem ő valószínűleg Lukács Gergő. Egy kicsit tanácstalan, hogy kihez is adja a labdát. Aztán visszaadja Horváth Szilárd középen, ő a másik 12-es, és Horváth Szilárdot könnyedén szereli a 12-es Molnár Tamás. De nagy a küzdelem, és visszaszerzi. Lukács Gergő, lőd el, gól! 12-11. 12-11, kérem szépen. És úgy érzem, hogy most eltaláltam a gólszerzőt, közben bejönnek a vízilabdás gyerekek. Na, itt aztán most már, itt az utánpótlás. És azt gondolom, hogy itt ért véget most a komoly játék, ha egyáltalán ez komoly játék volt. És én azt gondolom, hogy most kezdődik az igazi komoly játék, mert hogy rengeteg kisgyerek van bent, rengeteg kis pécsi vízilabdás, akik rácsimpaszkodnak a válogatottakra. És egy kis vízi háború, egy kis vízi csata, próbálják lenyomni négyen is. Kis Gergelyt sikerül is valamennyire, aztán egy picit labdáznak is, a labda most már fölösleges, én úgy érzem legalábbis. Rácsimpaszkodnak Kis Gergelyre, megszerzik a labdát, gyerünk gyerekek, ússzatok előre. Sok lud disznót győz, ugye azt szokták mondani. De hát itt ez most gondolom, hogy nem érvényes. 3 perc, 42 másodperc van még, és 12-11, ezt csak a rendkedvéért mondom, valószínű, hogy ezt tartjuk majd számon végeredménynek is. Mert hogy itt most már mindenki a medencében van, még azon sem csodálkoznék, hogyha néhány nézőbe menne. Főleg a hölgynézőket gondolom, de hát egyelőre próbálkoznak a válogatottak, hogy valami módon passzoljanak egymáshoz. Megvan a labda, és itt az utánpótlás, kérem szépen. Hatalmas taps, nagy ováció. Hát gyerekek, dobjatok egy gólt itt a bácsiknak, az olimpiai bajnok bácsiknak, mert alaposan lemaradtak. Na mi lesz? Kijött a kapus, lövés, gól! A legszebb, a leggyönyörűbb gól ezen az estén. Én komolyan mondom, nekem a legjobban tetszett, mert egy kisgyerek lőte olyan valaki, aki majd ebben az úszómedencében 4-5 vagy 6 év múlva fogja szórni a gólokat az OB1-es vízilabda meccseken, és remélhetőleg az olimpiai válogatottban is. 12-12. Egy kis birkózás Benedekkel, fejelnek is most már. És hát nem tudom megmondani elnézést a gólszerző természetesen, de nem is ez a fontos, hanem az a fontos, ami most bent van a vízben. 2 perc, 17 másodperc van egyéb iránt még a találkozóból. És egy kis labdázás, most már röplabda elemek is benn vannak itt a játékban. Dobnak-e gólt a válogatottak? Fejelni próbál Kis Gergely, hát nem sikerült neki. De most sikerül. Egy kis lábbal kiemelt labda. Hát lesz itt még ollózott gól is szerintem, majd tessenek csak figyelni. Na, jöhetnek a gyerkőcök. Hoppá, vissza kell szerezni, egy kis labdázgatás, foci, egy hátrahúzós, mondom, benne lesz az oxigól. Ott van Benedek, beszórja, nehogy aztán szégyenben maradjanak. 13-12. 13-12, 1 perc 33 másodperc. Kedves nézők, én azt gondolom, hogy mindazok, akik a képernyők előtt ülnek most, vagy esetleg újra nézik a meccset, mert hogy itt voltak, hiszen ezt a mérkőzést nagyon sokszor ismételjük majd a Pécs TV-ben. Vagy akik kivetítőn nézik, azok is jól szórakoznak. Benedek Tibor lőtte a gólt 13-12, de csak ezt a rendkedvéért mondom, mert hogy itt azt hiszem abszolút nem az a lényeg, hogy mennyi az eredmény. Most már biztos, hogy nem. Néhány másodperc, pontosabban 56 másodperc van még hátra a mérkőzésből. Utolsó perc. Mi lesz most, egy kivédekezett helyzet? Több gyerkőc is ott bent, mindenkinek magasban van a keze, mindenki gólt akar dobni.
Mindenki... Egy kis fejelgetés ott közben. És kiszedik a kék sapkások a buliból. Aztán megvan a labda. Steimes teszi föl. Kis Gergely indulna, de... Hát Kis Gergelyt elválasztják a labdától. Egy kis fejelgetés, Kis Gergely löplabdázik egy keveset. Rámennek többen is. Földobja a labdát Kis. 18 másodperc, lőjünk még egy gól, gyerekek. Hadd lássunk egy igazi svéd csavart a piciktől. Na most mi lesz? Egy lába magasban. És még egyszer talán annyit itt a vége fele, hogy nagyon-nagyon jól szórakoztunk. Mindazoknak köszönjük, akik idehozták ezt a csapatot. A magyar olimpiai bajnok, világkupa győztes, Európa bajnok, magyar vízilabda csapatot. Szép volt ez az este. Láthattunk egy nagyon jó formálódó, alakuló Pécsi VSK-t, egy jövő csapatát. Láthattuk az olimpikonokat, és láthattuk az 5-8-10 év múlva a tehetségeket, akik majd itt ebben az uszodában fognak vízilabda mérkőzésen gólokat dobni nekünk, a közönségnek, OB1-es vízilabda mérkőzésen. Kedves nézők, én azzal búcsúzom, remélem jól szórakoztak, és a legkomolyabb része talán ennek az egész estének, ez az utolsó 3-4 perc volt, mert itt valóban az utánpótlásról szólt a történet. Én mindazon kollégáimnak köszönöm, akik segítettek abban, hogy ez a közvetítés létrejöhessen. Önöknek a figyelmet, Nyilas Lászlót hallották az Abay Nemes Oszkár uszodából, és a rendkedvéért mondom csak el, hogy a magyar olimpiai vízilabda válogatott 13-12-re nyert a BVSK Társi ellen. Nyilas Lászlót hallották, viszontlátásra, viszonthallásra.